did? I'm a friend of your father. Az évelei pangás általában arra jó, hogy ránézünk a bakancslistánkon jegyzett játékokra, illetve ilyenkor kerülhet sor olyan alkotásokra, amikre a főszezonban nem marad idő. A lengyel Broken Arrow Games horror kalandja az utóbbi kategóriába tartozik. A szinopszis egy szalvételnál fér, túl sok eredetiséget nem kapunk. Adott egy család, amelynek tagjai többszörösen terheltek, és bizony előlük kell hosszasan menekülni, miközben a szorult helyzetünkből a kiutat keresgéljük egy 11 éves kisfiút alakítva. Davidet egy ismeretlen rabolt el és tartja fogva félre első otthonában. Innen kell különböző rejtvényeket megoldva, zárakba illő kulcsokat keresgélve megpattannunk. A játékmenet gerincét a keresgélés és a bujkálás jelenti, ami mellé egy idő után a menekülést is hozzácsapják, ugyanis a família tagjai prédaként kezelnek bennünket. A történet hátrahagyott feljegyzésekből ismerhető meg, és feltárul előttünk az elborult család múltja, ami nem éppen egy habos kakaós lányregény. Ja, és idővel arra is fényderül, hogy bizony már mások is megfordultak ezen a horror tanyán. Na, a problémák ezen a ponton kezdenek körvonalazódni, ugyanis a korábbi áldozatokat magnó felvételek formájában is megidézik. A készítők pedig nem fogták vissza magukat, elég plasztikus képet kapunk arról, mi történt a velünk egykorú gyerekekkel, tehát a fejlesztők elég keményen ropják a penge élén. Ez a fajta kendőzetlen nyers tálalás nagyon öncélú, talán a játékmenet hiányosságait hivatott elfedni, miután azt kénytelenek voltak egyedi ötletekkel feldobni. A fényforrások használata adott, ugyanakkor rejtőzködésre olyan helyek sem használhatóak, amelyek egyébként logikusan kínálnák magukat. A látvány indicuchoz mérten legfeljebb csak középszerű, azonban az atmoszféra is keményen hibázik. A hatásvadászat érzetét az alkalmanként felbukkanó jumpscare szekvenciák csak még tovább erősítik. Az újrajátszásra három eltérő végjáték hivatott ösztönözni, azonban erősen kétséges, hogy ennek a címnek bárki többször nekiugrana, még ha csak alig pár órányira tervezték is. A Don't Be Afraid egy totálisan átlagos kaland, amely teljesen feleslegesen feszegeti a határokat.